ünnepi pillanatok a Stefánia palotában a Magyar Honvédelem napján. Mások mellett Encsencs polgármestere és jegyzője is kitüntetést vehetett át a Honvédelmi Minisztériumtól, amely a Magyar Hadisír gondozásért kitüntető cím ezüst fokozatát ítélte oda a két lokál Ez pedig már maga az emlékmű, amely 1988-89-ben közadakozásból készült el. Nagy László mutatja a márványtáblán apai nagyapja nevét, aki a második világháború áldozata lett. Ez az emlékmű az első világháború hősi halottait, katona személyeket, a második világháború hősi halottait, tehát katonaként elhunytakat a Málenki robotra 1944 őszén a volt Szovjetunióba elhurcoltak neveit tartalmazza, illetve a szovjet hadsereg bejövetelekor a, településen elhunytak neveit tartalmazza, valamint a holokauszt során elhurcolt zsidó családok neveit tartalmazza. Tehát összesen itt 214 név van felvésve erre a márványtáblákra. A régiek elbeszélése szerint Jakab András néval a II. világháború vége felé egy orosz katona próbált erőszakoskodni, de férje a védelmére kelt, és ez a katona életébe került. Ezt követően a szovjetek a környék többi településéhez képest encsencsen jóval több 18 és 60 év közötti magyar férfi gyűjtöttek össze, és hurcoltak el a Bölci fogolytáborba, a mai Moldova területére, mondta el Nagy László elhunytak száma igazoltan a 197 fő az akkori 1950 fős lakosságból. Tehát azt lehet mondani, hogy, hogy minden tizedik ember gyakorlatilag meghalt a háborús cselekményekben, vagy így, vagy úgy. Az egykori bölci fogolytábor áldozatainak emlékére 2001-ben emeltek emlékművet a moldávok, amelyhez Encsencsről minden évben elutazik egy delegáció, hogy lerújja a tiszteletet. 2001 óta mi minden évben elmentünk és a tiszteltünket leróttuk az emlékmű mellett a halottak emlékére. Majd 2012-ben egy moldovai magánszemély kezdeményezésére egy új gránitból készült emlékmű került elhelyezésre ennek a helyére, és így ez leszerelésre került. És mi akkor úgy döntöttünk, hogy ez az emlékmű volt az első és az eredeti, ezért mi szerettünk volna, szerettük volna, hogyha ez haza kerül ide hozzánk, és a Moldovai Magyar Nagykövetség munkatársai segítségével ez vég, itt kapta meg a végső helyét, és itt van nincsen-csen a közparkunkban. A polgármester hozzátette, a moldovai látogatásoknak köszönhetően egy bölctől nem messze lévő településsel sikerült testvértelepülési kapcsolatot is kiépíteni. Sőt, ma már azt is elmondhatják, hogy van olyan encsencsi lakos, aki ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően ismerhette meg leendő moldáv házastársát.